Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja. Pénzes Ottó a hivatásos álmodozó, aki azt képzeli, szerintem teljesen jogosan, hogy ahol él, jelen esetben Mátészalkán, az a hely a világ közepe. És ehhez méltóképpen próbál viselkedni, úgy gondolja, hogy a környezetének, tanítványainak, mert mellesleg, vagy nem mellesleg, pedagógusról beszélünk, egy történelem tanárról, aki arra nagyon büszke, hogy eredetileg tanító, és hogyha csupa nagybetűvel írjuk ezt, hogy tanító, akkor talán el is érte a célját, hogy több generációt, több ezer gyereket tudott beoltani talán azzal az érzéssel, hogy ahol élsz, az a hely kell, hogy a világ közepe legyen. Neked nem feltétlenül a bangladesi éhezőkért kell aggódnod, hanem a szomszédnénéért, aki esetleg nem tud befűteni, vagy a szomszédbácsinak mehetsz el a kertjébe ásni. Tehát azt a helyet, ahol az ember jól érzi magát. Na most én Mátészalkán nagyon jól érzem magam. A szüleim, dédszüleim, ők szüleim, hiszen a családfa kutatás természetesen életem része volt, és ők is mind mátészalkaiak. Picikét vagyok szomorú, hogy a három gyermekem nem él Mátészalkán, és ebben a pillanatban nem is tűnik úgy, hogy valaha visszatérnek, de azt mondtam nekik, úgy engedtem el őket, hogy akárhova sodor bennetek az élet, az a hely legyen nektek a világ közepe, és éljetek ott úgy, mint ahogy mi éltünk, vagy élünk itt Mátészalkán, mert szerintem a nemzet végül is abból áll össze, hogyha sokan gondolják azt, hogy a világ közepén élnek. Nos, egy kicsit konkrétabban, én a Mátészalkai Képes Géza Általános Iskolának a pedagógusa vagyok. Kicsit vonakodva mondom azt, hogy három éve az intézmény vezetőjeként is dolgozom, de ez nem ambíció, hanem ez inkább egy becsületbeli kérdés volt, hogy elvállalom ezt a feladatot. De emellett több mint 20 éve a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület alapítójaként az előbb megfogalmazott mátészalkaizmust próbálom terjeszteni, és azt a gondolatot megfogalmazni és mindennapossá tenni, hogy a mátészalkaiaknak mindenből a legjobb jár. Ha kultúráról beszélünk, akkor a legrangosabb és legnagyobb zongoraművészek, színészek, előadó művészek, tudósok látogassanak el hozzánk, és az még nem elég, hogy ellátogatnak hozzánk, hanem ide is kötjük őket, barátságok szövődnek, életre szóló ismerettségek jönnek létre, amelyeket ápolunk is. És ezért mondhatom el azt, hogy nem régen, amikor Mátészalka ünnepelte az újbóli városavatásának 50. évfordulát, mert azért van ennél egy jóval régebbi városi rangunk is, de az újbóli városavatás 50. évfordulát, akkor egyetlen nap elég volt ahhoz, hogy 50 neves magyar tudóst és művészt, csak hogy mégiscsak kettőt megemlítsek mondjuk az elejéről meg a végéről, mondjuk Szörényi Levente, Kossuth Díjas zeneszerző, nem kell talán bemutatni, és Frany Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, sorakoztak föl Mátészalka mögé aláírásukkal, köszönetükkel, tehát azt jelenti, hogy a városhoz kötődnek, a város Mátészalka barátai társaság virtuális formában létezik. Nos, ennek is az egyik motorjaként próbáltam meg működni, és valami ilyesmi ember vagyok. Hogyan jött egyáltalán ez a gondolat, ez a művészetpártoló egyesület gondolata? Tehát egy hétköznapi gondolkodással az ember egy kisvárosba, hát nem áll elő ilyennel, főleg a szocializmus utáni közvetlen időkben. Nekem az a, vagy engem az a nagyszerű élményért, hogy Makovecz Imre tanítványa lehetek. No, nem mint építész, hanem mint ahogyan a világról gondolkozott. És aki Makovecz Imrét megismeri, az előtt kinyílik a világ, talán mondhatom így, a felsőbb világok kinyílnak, és egyenes út vezet Hanvas Béláig, Rudolf Steinerig, Várkonyi Nándorig, és olyan embereknek a gondolataival ismerkedhettem meg, aztán nagyon nagy hatással volt rám Sári László, aki a keleti gondolkodásba vitt, és rájöttem, hogy ezek a dolgok nincsenek messze egymástól, sőt, nagyon is közel vannak egymástól, és egy ilyen ember, az már egy ilyen embernek evidencia, hogy a művészetek azok összekötik Makovecz szavaival az eget és a földet. A Makovecz gondolatnak a lényege, hogy a művészek képesek
a spirituális világot, üzeneteit lefordítani a halandók nyelvére, és én azt gondoltam, hogy ezt a művészetet, ha már én magam nem rendelkezek olyan képességekkel, a művészi vénám nincs, de a szeretete, a művészetet barátként ezt a helyére tenni, bevinni a hétköznapokba, ez egy fontos misszió, és ezért gondoltam azt, hogy miközben ennek az egyesületnek az egyik célja a művészetet pártolni, és a rangos, elismert és nagyszerű művészeket a városba hívni és idekötni, de az itt élő művészeket is fölemelni, az itt élő művészeket, azokat, akik nem csak provinciális szinten, hanem komoly, magas szinten képesek az ország szellemiletét is bekapcsolni, őket is támogatni, őket is fölemelni, és összekapcsolni helyenként ezekkel a nagy nevű, nagy hírű tudósokkal, művészekkel. No, ez volt a Művészetbarát Egyesület létrehozásának az alapgondolata. És itt rögtön most egy pedagógiai gondolat felé is el kell moccanunk. Ha az ember egy 70-es években épült korszakhoz hasonló iskola épülethez eljött kívülről, majd ennek a kapuján belép, akkor ott valami egészen más dologgal találkozik, abba az iskolába, ahol igazgató. Ennek van egy pedagógiai koncepciója. Erről lehet-e pár szót mondani? Persze, nagyon szívesen. Most inkább azon töröm a fejem, hogy tudnám ezt röviden megfogalmazni. Egy pedagógiai gondolat, ami köré szerveztem az iskola életét. És az első hallásra döbbenetesnek hangzik, én nem a gyerekeket állítottam a pedagógia középpontjába, hanem a pedagógusokat. Tudom, hogy a gyerekekről van szó, és az a célunk az, hogy a gyerekeket emeljük föl, és a gyerekeknek a egészséges lelki, szellemi, fizikai fejlődését tudjuk biztosítani, de mondjuk meg őszintén. Egy megalázott, meggyötört, kisemmizett pedagógust állítok ezekére a gyerekek elé, akkor hogyan tudom ezt a célt elérni? Tehát nekem elsősorban a pedagógusokat kell fölemelnem, az ő tekintélyüket óvnom, az ő biztonságérzetüket, az ő védelmüket biztosítanom, és hogyha ez a pedagógus egyenes gerinccel, önbizalommal, derűsen, kedvesen áll a gyerekek elé, és hitelesen, ez nagyon döntő, ez a legdöntőbb, és hiteles, amit ő tőle kapnak, akkor elértük azt a célt, hogy akár beszélhetünk gyermek központuságról is, de én azt gondolom, hogy nagyon rossz az, ha csak a gyereket állítjuk a központba, mert akkor rögtön a szülő is úgy érzi, hogy a gyerekevel kapcsolatban ő határozhatja meg az iskolának a működési mechanizmusát. Ez tévedés. Mint ahogy én sem szólhatok és nem is szólok bele, bármit nagypapa, szívesen adok tanácsokat, hogyha kérnek, hogy egy család hogyan működik, hogy mondanak-e esti mesét, hogy közösen reggeliznek-e, van esti megbeszélése az egész napnak, hogy egyáltalán kirándulnak-e közösen, anya, apa, hogy tiszteli egymást, mesélhetnék én erről, de nem szólok bele, mert nem az én dolgom, az a család dolga. De ami bent történik az iskolában, arra ugyanúgy igényt tartok, hogy a szülők az esetleges frusztráltságukat ne én rajtam, mármint az iskolán kérjék számon, és ezt a határvonalat nagyon határozottan meg is húztam. Nos, az én pedagógusaim, az én kedves kollégáim az elmúlt 3 évben szemmel láthatóan kiegyenesedtek. És ez mindennek az alfája és az omegája, kiegyenesedtek. Hogy mi mellesleg létrehoztuk az Én Hazám galériát, a falakról a magyar kultúra, a filmművészettől, a sporttörténeten át, a magyar természeti adottságaink megjelenítésétől, a költők, írók, a történelmi személyiségek megjelenéséig ott vannak, az egy a lépcsőkön úgynevezett varázsmondatokat helyezünk el, amelyek az emberi kapcsolatok mondatait hordozzák magukban. Ezek már ebből következnek. Tehát, hogy olyan közeget hozunk létre. Vagy azt, hogy létrehozunk egy csak csoportot, ami persze megint egy hosszas magyarázkodás lenne, de aminek az alapmottója, hogy a leggyengébben teljesítő, legel veszettebb gyerekek, ahogy szoktam mondani, akik nem az élet napos oldalára születtek, őnekik is azt tudjuk mondani, hogy csak azért is bebizonyítjuk, csak azért is megmutatjuk, csak azért is képesek leszünk rá, ezért hívjuk csak csoportnak. Tehát az a hangulat, az a millió, amit sikerül egy ilyen pedagógus gárdával létrehozni, az adja meg azt a pedagógiai alapot, amivel aztán megint elhívhatom Kőboldizsárt, hogy játszott
teret, vagy játszókertet, így hívjuk, hozzon létre, ami meglepő módon egy helytörténeti játszókert, vagyis a Fellegvár oldalán ott van Kerekes György kapitány, a várvédő, vagy a hintánkat Pató Istvánról neveztük el, aki a Máté Szalka szülötte, és ugye a vízipók, csodapók van fölrajzolva, hiszen Pista bácsi volt a magyar hang, vagy a hangja. Tehát meg is ismerik, nem csak játszanak, hanem megismerik, még szélhámos forgónk is van. Strasznov Ignác, ugye a világhírű szélhámos, aki Máté Szalka szülötte volt. Egy kis ringispírt csináltunk, fölül Strasznov Ignác alakja, a kezén csörög a bilincs, a lánc, és a gyerekek ezt a jópofa, aranyos, szeretni való szélhámost is megkedvelik, miközben pörögnek a hintát. Tehát akkor már minden könnyen megy, akkor már iskolakertet tudunk építeni, ahol a gyerekeink szántanak, vetnek, aratnak, tankonyhát tudunk létrehozni, ahol a gyerekeink, a kislányok főzni tanulnak, és a kint a kertben dolgozó fiúkat be tudják hívni, és megvendégelik abból, amit ők termeltek meg. Szóval innentől már minden adja magát. Egy ilyen iskolában akkor is élmény pedagógusnak és gyereknek is tanulni, ez az én reményem, és ezt tapasztalom minden nap, ha egyébként egyre többen és egyre többen vannak olyanok az intézményünkben, akikről, ahogy az előbb mondtam, nem az életnapos oldalára születtek. Egy ilyen koncepció van az ember fejébe, és rendelkezik azzal a képességgel, amivel Otto rendelkezik, akkor onnantól kezdve ez egy álom, ami a 90-es években itt megjelent, hogy itt kéne egy kávézót csinálni. Hogy vezetett az út Makovec Imréhez? Makovec Imre munkásságáról, sőt létezéséről is semmit sem sejtve és semmit sem tudva, már két gyerek édesapjaként ültem a televízió előtt, és szépen hagytam, hogy a drog hasson rám, és tálca az ölemben, a kis kolbász, a kis söröm, és a gyerekek a lábam el szaladgáltak, a televízió természetesen ilyen háttérként működik, és egyszer csak nagyon érdekes hangokat hallok, érdekes mondatokat hallok. Összekötni az eget a földdel, az építés drámája. És oda pillantok a televízióra, soha nem látott épületek, és egy szigorú arc, egy szigorú ember, aki az élet komolyságáról beszél. A tálcát letettem, szám tátva maradt, és onnantól kezdve egyszerűen megbabonázva rájöttem arra, hogy itt valaki hozzám szólt. Vége lett a műsornak, papír, ceruzát, vagy tollat elő, kedves Oskó Judit, ugyanis Oskó Judit 1988-as Makovec című dokumentum, vagy riportfilmjéről van szó. Kedves Oskó Judit, szeretnék Makovec Imrével kapcsolatban lépni, tudna ebben nekem segíteni. Oskó Judit nagyon kedves levelet küldött, megadta Makovec Imre elérhetőségét, akkor még a Rumbak-Sebestyén utcában volt az irodája, és onnantól leveleztünk Imre bácsival. Aztán egy történetet még hadd mondjak el, mert ez nagyon jellemző a mi kapcsolatunkra. Én édesapámként, atyámként tiszteltem, és néztem föl rá mindig. Egyszer a feleségemmel Budapesten jártunk, és a Deák téren várakoztunk valamire. És akkor én nekem eszembe jutott, hogy a Rumbak-Sebestyén utca itt van valahol nagyon közel, és mondta a feleség, ő nagyon fáradt, ő leül egy padra, mondta, én viszont elmegyek, és legalább megnézem azt a Rumbak-Sebestyén utcát, meg hát, ha találkozhatok Makovec Imre. Tehát személyesen nem találkoztunk, én tudtam, hogy ki Makovec Imre innentől kezdve, ő persze a leveleken keresztül tudott rólam, és bementem az irodába. Fiatal mérnökök, vagy 15-20-an ott rajzoltak, és akkor kérdeztem valakitől, hogy Makovec Imrével találkozhatnék? Kérdezték, hogy egyeztetett idő? Nem, csak itt sétáltam az utcán. Hát azt mondja, akkor kicsi esély van rá, mert most is vendégek vannak. Ebben a percben nyílt az ajtó, kilépett Makovec Imre, kikísért valakit, én meg ott álltam. Szembenéztünk egymással, és mielőtt még kinyithattam volna a számat arra, hogy köszönjek, Makovec Imre rám mutatott, és azt mondja, Pénzes Otto Máté Szalkáról. Ilyen kicsire mentem össze, hogy ezt ő most honnan és hogy. De nem volt sok időm, hogy meditálják rajta, kedvesen beinvitált, leültünk és elkezdtünk beszélgetni. És akkor például
többek között kicsikartam belőle, mert én egy nagyon kitartó, mások mondjuk agresszív embernek tartanak, én inkább magamat kitartónak mondom, kicsikartam Imre bácsiból, hogy bár semmi esélyem nincs rá, hogy valaha egy családi házat építenék, de ha egyszerre építek, akkor megtervezi nekem. Persze Imre bácsi megígérte, hiszen tényleg látta rajtam, hogy 3 gyerekes pedagógus, aki nem egyik hónapról a másikra él, hanem 15-től 15-ig él csak, utána a szüleire hagyatkozik. Na most ennek sose lesz semmilyen lehetőség, hogy házat építsen, ezért hát megígérte. Aztán az élet mégis úgy hozta, hogy 1993-ban adódott a lehetőség, hogy építsünk egy házat, és én fölkerestem újra Imre bácsit, és onnan folytattuk, ahol akkor abba hagytuk. És mondanom sem kell, mert aki Makovecz Imrét ismeri, azt tudja, hogy egy ilyen hatalmas lélek lakozott benne. A családom és én ingyen kaptuk a tervet Imre bácsitól, amit aztán tényleg 10 körmünkkel fölépítettünk, ahol fölnevelkedhettek a gyerekeim, ahol ezt a mátészalkaiságot, ezt a makoveci gondolkodást immáron átadhattuk nekik is, ahol vendégül láthattuk azokat a mátészalka barátait, Szörényitől, Frany Tamásig, Bagdi Emőkétől, a Muzsikás Együttes tagjaikig is, nem sorolom tovább, és ebben a millióben élhettük úgy az életünket, ahogy a világ közepén illik. Innen egy lépés most akkor a kávézónak a története. Ez hogyan kezdődött el, hogyan épült? Tehát itt ugyanígy a semmiből kezdődött ez is. Ugye itt volt egy terv, volt egy szép elképzelés, és akkor egyszer csak ugye 2007 környékén megszületett valami. Most innentől, most 2021-ben vagyunk, azért 11 néhány év eltelt. Mi történt ez alatt? Hát 2007 és 2015 között semmi. Bár Imre bácsi ugye megbízott engem azzal, hogy fiam, akkor ezt építsd meg. Én még egy plusz kívánságot is kértem, mivel esély nem volt, hogy megépítsem, ezért bármit kérhettem, hogyha megépül a kávéház, akkor legyen ez a Magyar Művészeti Akadémia első és talán egyetlen vidéki galériája is, vagyis a Művészeti Akadémia neves művészei egy-egy szobrot, egy-egy festményt, ha letétbe helyeznek itt, vagy adományoznak a kávéháznak, akkor ez emelheti a rangját. Imre bácsi azt mondta, hogy rendben van, fiam, ha megépíted, akkor meg lesz a galéria is. 2011-ben Imre bácsi eltávozott közülünk, a kávéház megépítésére esély sem nyílt, erre majd 2015-ben adódott lehetőség. Bocsánat, de a tervek megvoltak már. A terv megvolt, illetve hát ez egy vázlatterv volt. Hát Imre bácsi a szokásos módon megrajzolta a látványát, a homlokzati rajzokat, a metszeti rajzot, alaprajzot. Tehát azokról egyeztettünk, elmondtam a kívánságaimmal, tehát ezt, hogy Imre bácsi, ez jó lenne, ha ez is lenne benne, az nem lenne benne, ez itt lenne, az ott lenne. És mindig tehát figyelembe vette, amiket kértem. Aztán ezek a tervek pihentek. Egészen addig, míg ez a bizonyos pályázat meg nem jelent, és ameddig Zsigmond László, Makovecz tanítványa, a városunk főépítésze, aki nem véletlenül lett Máté Szaka főépítésze, az akkori polgármesterre, Szabó István úrral kerestük meg Imre bácsit, és kértük, hogy adjon a városnak egy főépítést, és ő gondolkodás nélkül Zsigmond Lászlót hívta be az irodába, és Laci nagy örömünkre elvállalt ezt a feladatot, és majd később Zsigmond László ugye nem csak motiválta és nem csak kezdeményezte a pályázaton való részvételt, hanem ő volt az, aki kidolgozta a tervet, és a részletterveket ő készítette el, pontosan úgy, tehát Makovecz szerintem a legbelső köréhez tartozik, vagy tartozott Zsigmond László, tehát pontosan úgy azzal a gondolkodással, azzal az észjárással, ahogy Imre bácsi szerette volna, tehát ez egy igazi, hamisítatatlan, tökéletes Makovecz épület lett, de ezt már Zsigmond Lászlónak köszönhetjük. Amikor itt elkezdődött az építkezés, mi az első kapavágásnál itt voltunk, mert az alapokat rakták akkor le. Senki nem gondolta volna, hogy itt mi lesz. Mi, amikor ide megérkeztünk, akkor láttunk egy brigádot, egy nagyon szimpatikus munkavezetővel,
akivel mi előzőleg telefonon beszéltük, hogy jönnénk, szeretnénk ezt a építkezést végigkövetni, majd kiderült hamarosan, hogy ő egy helyi vállalkozó. És ahányszor ide jöttünk, itt mindig minket úgy fogadtak, mintha mi is az építkezés részei lettünk volna, tehát végigvezettek, megmutatták, mindenhova bejárásunk volt, tehát talán a legharmonikusabb viszony volt a mondjuk mi filmesek és az építkezők között. Ez hogy működik itt? Tehát nekünk ugye a világ másik vége Budapest környékéről ide eljönni, tehát hogy épül föl itt egy helyi vállalkozók által egyébként egy csoda, tehát most már látszik. Akkor még csak az alapjait láttuk, de most, hogy egy gyönyörű épület került ide, ami tényleg megszépítette a környezetét is. Tehát hogy működik egy ilyen helyi vállalkozókkal egy ilyen építkezés? És ezt azért is kérdezem, mert ahogy beszélgettünk előtte, ott szóba került, hogy szinte majdnem minden nap itt volt, és nyomon követte az építkezést. Igen, és hogy nyomon követtem, és folyamatosan beszélgettem a mesterekkel, elmesélve nekik, hogy most ez miért készül így, mi lesz itt, milyen erők fognak itt összpontosulni, miért fontos az, amit ők most tesznek, és gyorsan zárójelbe teszem, amikor december 1-én megnyitjuk majd, és megnyílik valóban a kávéház, az első vendégek azok az építők lesznek. Ezt Makovec Imre is így csinálta, ezt tőle tanultuk, hogy akik itt faragták a fát, akik itt vezetékelték a villanyt, akik tapétáztak és festettek, akik takarítottak, azok az emberek lesznek az első vendégek, mert ők az igazi építők, és ők átélték azt a drámát, és illik és kell is, hogy lássák a végeredményt. No de Szatmárban vagyunk. Azért én azt mondom, hogy az országnak különleges helye Szatmár és Bereg. Itt az emberek egy kicsit másképpen élnek. Itt a vendég szeretet, az egymással való törődés. Furcsa, hogy pont ezt a vidéket mondják az ország egyik legelmaradottabb vidékének. Miben is vagyunk mi elmaradottak? Ami az ember lényegét jelenti, mi vagyunk a legmagasabb szinten, kimerem jelenteni. Az, hogy esetleg kevesebb embernek van terepjárója, vagy mobiltelefon, vagy nem tudom én milyen technikai mércéje van annak, hogy ezt elmaradottnak akarják titulálni. Nem. Ez a centruma, ha úgy tetszik, a magyarságnak, ahol egymásra figyelnek, ahol szeretettel fordulnak, a vendéget, a traktálás, itt például egy bevett szokás, tehát mindent meg akarnak mutatni, mindennel meg akarják kínálni a vendégeket, és ezt főleg a fővárosból érkezők, akiknek van egy kis gőgösség mindig a magatartásukban, ezt nagyon sokszor nagy meglepetéssel és csodálkozással fogadják, és nagyon ezért volt nagyon könnyű neves fővárosi művészekkel, tudósokkal pillanatok alatt kiváló kapcsolatot létrehozni. De visszatérve az építőkre. Nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, mert ugye egy pályázati kiírás, tehát nem csak úgy működött ez, hogy az önkormányzat megbízott egy Máté Szalkai céget, itt közbeszerzési eljárás, ajánlatok beadása, és nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy a Kánási László által vezetett és Baliga Tamás művezetése mellett épülhet meg majd, mert tudtam, hogy ők azt a drámát első pillanattól kezdve érzik, tudják, amiről Imre bácsi is mindig beszélt. Ők nem zsoldosok, hanem ők a magukét építették. Ezért valóban minden nap bejárhattam ide, és csak viccből mondom azt, hogy ferde szemmel néztek rám, hogy föltartottam a munkásokat, mert nem, ők is odaálltak, és ők is hallgatták, hogy miről beszélek. Fényképeket készítettek nekem egy-egy fázisról, amikor tartott az építkezés, telefonon beszéltünk, amikor valami izgalmas dolog volt, hogy jöjjek, mert most emelik be ezt, most emelik be azt. Tehát együtt tudtunk élni, és ez volt a döntő. Tehát sokszor maga az építés folyamata, az abban való jelenlét még felemelőbb, mint amikor majd a hétköznapokon esetleg egy sütemény mellett itt ülünk, de soha nem szabad elfelejteni ezeket az élményeket, ezért ezeket igyekszünk dokumentálni, ezekről folyamatosan, míg én élek, beszélni fogok, ezekről írni fogok, vagy írtam is már. Tehát ez az alapja az építésnek. És ugye hogyha most én elvonatkoztatok a képes kávéház felépítésétől, mindenfajta építésnek ez a lényege. Én az iskolámban is
ezt a gondolkodást viszem be. Én a pedagógia drámájáról beszélek, Makovec az építés drámájáról beszél, de ez ugyanaz. Lezajlott az építés drámája, felépült a ház. Itt egy újabb dráma kezdődik, ez pedig a ház drámája lesz már, tehát a belső építkezésnek a drámája. Hogyan körvonalazódik ez most belül? Azt az alapgondolatot, amit már Széchenyi is, aztán majd a 20. század elejének kávéházai is megfogalmaztak, hogy nagyon elegáns és illusztris helynek kell lenni a kávéháznak. Kérdezték tőlem, hogy vajon Makovec Imre mit szólna ahhoz, hogy az ő épületében polgári bútorok vannak, és nem a népi bútorokra hajazó, vagy azokat megidéző bútorok vannak. Semmit nem szólna, sőt örülne, mert ő nem szeretné azt, hogyha a dolgok összekeverődnének. Tehát ő nem a paraszti építészetet emelte az építészet rangjára, ő létrehozott egy világot, amelyben nem csak a paraszti építészet, de a polgári építészet elemei is ott vannak, tehát ő egy, ha lehet így mondani, ugye Lechner-Ödön utána a nemzeti építészetet teremtette meg. Hát logikus, hogy a népi építkezésnek a szimbólumrendszere is ott van benne, de nem ez a lényege. És attól válik a szervessé az ő építkezése, hogy egyrészt az jelen, hogy van jelen azon a helyen, ahova építették, és hogy illeszkedik ez be, és mennyire határozza meg a környezetét. Tehát a szerves építkezésről így is lehet gondolkodni, nem csak a szerves anyagoknak az építéséről. És mi, mint polgárok térünk ide be, és a polgári világ, a polgári berendezkedés, a polgári millió, az bizony az arisztokratikusnak a továbbvitele, és ezért van a klasszikus forma, az antik bútor, és az a hangulat, amit akár a nemzeti kaszinó Széchenyi idején, majd pedig a kávéházak a 20. század elején megjelenítettek. Tehát szerintem Makovec Imre nagyon örülne annak, hogyha ezt láthatná. Sőt, látott is egy kicsit ebből, és most nem csak a spirituális látásra gondolok, hanem ugye említettem, hogy a mi házunkat is Makovec Imre tervezte, és mivel nekem is rá kellett jönnöm, bár először kemencét építettünk mi is a házunkba, és próbáltam a népi jelleget, de aztán rájöttem, hogy én nem paraszti életet élek, én polgár vagyok. És akkor elbontottuk a kemencét, cserépkáját építettünk, egészen más, tehát magunkhoz illő polgári bútorokkal rendezkedtünk be, és amikor Imre bácsi belépett a házunkba, azt mondta, fiam, ezt jól tetted. Nem vagy te műparaszt, hogy eljátszad, te polgár vagy. Ez az a millió, ami hozzátok méltó. Hát ezért bátorkodtam itt is Buzogány Béla barátommal és Filep Anita kedves kolléganőmmel, aki iparművész, együtt megfogalmazni azt a koncepciót, ami ennek a kávéháznak ugye a belső terét jellemezte, tehát azt az eleganciát, azt a hagyományt, amit a polgári világ jelent. És hát innentől kezdve ugye az egyértelmű volt, hogy itt már csak ízlésbeli kérdések fognak dönteni, hogy akkor milyen színek domináljanak. Én azt gondoltam, hogy az arany és a kék lehet majd az, ami köré ezt az egészet építhetjük. Ez a halvány kép, ugye földerengett, és mindenki egyet értett vele, és sikerült a Zsigmond Ágnes belső építésszel teljesen egy hullámhosszra érkezni ebben a témában. Onnantól kezdve már nem az volt a probléma, hogy hogyan nézzem majd ki ez a kávéház, hanem ma már a konkrét beszerzések okozta gondot, és azoknak a anyagi fedezetét előteremteni, de hát ez már az anyagi világ része, amiről én már nem szívesen beszél. Próbáljuk meg végigjárni az épületet. Belépünk a főbejáraton. Mit látunk? Fontos volt, hogy az első pillanattól a belépő átlássa az egész földszinti teret. Tehát ennek van egy praktikus oldala is, tehát látnia kell, hol van szabad hely, hol tud leülni. Ne topogjon majd szegény, amikor bemegy, hogy ja, itt sincs hely, ott sincs hely. Mindenre rögtön rálásson, át tudja tekinteni a helyet, és aztán majd a helyére megy. De az is cél volt, hogy azért egy Makovec épületet meglátni, mondjuk befordul valaki az utcasarkon és meglátja, ugye kicsit kikerekedik a szeme, és amikor benyit az ajtón, hát kerekedjen csak tovább a szeme, tehát legyen még egy melbevágó dolog, tehát ezt a ha érzést is valahogy fölidézni.
Szemben ugye rögtön a pult és a kedves kiszolgáló, reményteli kedves kiszolgálók. Nagyon szeretnénk felépíteni a főpincér státuszát, ez nagyon fontos a kávéházban, anélkül nem igazán fog működni semmi, erre is nagyszerű terveink vannak. És miután átlátta a teret, ha esetleg éppen rendezvény folyik, hiszen van egy kis pici pódium is, ami egy központi helyen látszik, ahol író-olvasó találkozók, egyszemélyes produkciókra is van. Erről majd Buzogány Béla fog gondoskodni, aki a Szomszédos Kulturális Központ igazgatója és maga is színművész rendező. Tehát amikor a hangulatot már pillanatokon belül fölvette a vendég, akkor még, ha törzs vendégről beszélünk, akkor még vethet egy pillantást fölfelé is, hiszen a karzaton nagyon jól látszik, hogy a karzat mentén vannak-e üres helyek, vagyis az éppen a törzs helyét elfoglalta-e valaki, tehát eldöntheti, hogy akkor följön esetleg az emeletre. Mert ugyanis az emeletre az ajtó mellől induló lépcsőn lehet följutni, és a kávéházi tér mellett az új hely, amire fölérkezik, az a Képes Géza szalon lesz. Ugye Képes Géza a kávéház névadója, nagyformátumú író, költő, irodalomtudós, 25 nyelven beszélt, 37 nyelvből fordított, rendkívüli műveltséggel rendelkező ember volt, aki mi Máté Szalkiak szívesen állítunk magunk elé példaképként. Róla van tehát a Képes Géza szalon elnevezve, itt többségében antik bútorok vannak, és az a környezet, amit egyébként az ónémet stílus határoz meg, és éppen azért, mert néhány darabot éppen a Képes Géza családja adományozott a kávéháznak, és ezek köré építettük ki gyakorlatilag ezt a világot. Talán Máté Szalkiak tudják, hogy Képes Géza édesapja kovácsmester volt, tehát egy iparos ember, és az iparosoknak ebben az időszakban egy kicsit tehetősebb iparos családok, azok az ónémet garnitúrákat preferálták, tehát az ő otthonaik így épültek, ezért választottuk mi is ezt. És a Képes Géza szalon lesz majd az a hely, ahol külön vonulva akár tárgyalásokat folytathatnak, akár üzleti jellegűeket, vagy azokat asztaltársaságok, amelyek a Máté Szalkán összpontosuló szellemi erő, hiszen itt azért neves, rangos költők, országos szintű költők, csak kettőnek a nevét hadd említsem, illetve már, ahogy gondolom tovább, már háromnak kell említenem a nevét, Kürti László, Olá András, Losonci Léna, tehát olyan színvonalú költőink, akik jegyzettek, elismertek, vagy a szobrászházas párról, szobrászművészházas párról beszélek, vagy néprajztudósról, fizikatudományok doktor, tehát sokan élnek itt olyanok, akik a szellemi életnek a képviselő, ők majd itt a Képes Géza szalonban gyakrabban összejönnek, és van egy kis külön terem is, ami Makovecz Imre nevét viseli, Makovecz terem. Ebben a külön teremben kisebb családi rendezvények, céges rendezvények, a Máté Szalkán nagyszerűen működő Rotary Klub összejöveteleire kerülhet majd sor. Tehát rövidesen az a reményem, hogy belakhatják a Máté Szalkák ezeket a tereket. Az építés drámájáról már beszéltünk. Most az épület drámájához hozzátartozik még két dolog. És azt hiszem, hogy ez tudja igazából biztosítani az épületnek a további létét is. Vannak tervek. Az egyik tervről beszéltünk, ugye itt elhangzott már, hogy az épület falán van egy Képes Géza emléktábla, a másik oldalán egy ablak van még. És szó volt itt erről a térről is, ami kialakult itt azáltal, hogy ez az épület is megjelent itt. Ugye itt egy Bán Ferenc sportcsarnok van, van egy szecessziós jellegű épület, ami a színház és a művelődési ház. Ezt a teret zárja körbe egy most kávéházként is funkcionáló épület majd. És ehhez is van valami terv. Tehát tudunk-e beszélni most arról, hogy milyen jövőbeli tervek vannak, a rövid távú, illetve akár hosszabb távú tervek is? Nos, az a bizonyos vakablak az arra vár, hogy Makovecz Imre emléktáblája, mint a Képes Géza emléktábla párja megjelenjen rajta Bíró Lajos plakettjével, és azzal a leírással, hogy a Máté Szalkiaknak is tudniuk illik, tudniuk kell, hogy ki is volt az a Makovecz Imre, és milyen kötődése volt Máté Szalkához, és hogyan kaphattuk meg tőle ezt az épületet. Ezen a hatalmas emléktáblán ez lesz majd fölírva, rövidesen elkészül. A másik fontos dolog, ugye a Képes Kávéház hátsó homlokzata, terasza, az a Szalkai László térre nyílik.
Szalkai László, Máté Szalka másik neves szülötte, ugye párba vonható Képes Gézával, már csak azért is, mert mindketten Sárospatakon tanultak, és mind a ketten a spiritualitás világában mozognak. Ugye Képes Géza, mint költő, Szalkai László pedig, mint főpap, esztergomi érsek, nagy műveltségű latin nyelvű irodalmár, a Szalkai Kódex mai napig létezik, sőt újra kiadták, az esztergomi érsekség újra kiadta a Szalkai Kódexet, és egy kis ízelítő abból, hogy Máté Szalkán az általam vezetett Képes Géza iskolában milyen lelkületű gyerekek vannak, amikor kiderült, hogy Szalkai Lászlóról nem maradt fenn arckép, csak egy leírás, hogy körülbelül hogy nézett ki, akkor a Máté Szalkai Képes Géza iskola diákjai, ők maguk kezdeményezték, a fagyi pénzüket ajánlották föl arra, hogy készüljön el a leírás szerint egy olyan portré, amelyik Szalkai Lászlót ábrázolja. És Somogyi Győző festette meg ezt a portrét, mintha 1524. április 24-én a felszentelés pillanatában, a pappá szentelés pillanatában a megrendült Szalkai Lászlót ábrázolná. Aztán ezt a képet, ezt a Somogyi Győző által megformált képet Bíró Lajos szoborba öntötte, és a térnek a másik végén ez a szobor található. A Képes Géza kávéház teraszán pedig reményeink szerint nem sokára ott ül majd életnagyságban Képes Géza egy kávéházi asztalnál, és a két nagy Máté Szalkai lelket, a két nagy Máté Szalkai szellemet összeköti az a vers, amit Képes Géza Szalkai László emlékezete címmel írt, amelyet mi gránitba véstünk két soronként, és a sétányon végig a kőbe véstünk be, és összeköti a két nagy személyiséget. Máté Szalka szellemi megalapozottságát látom én ebben, Képes Géza és Szalkai László között feszül ez a szellemi erőtér, és ha Máté Szalkai, aki itt a város szívében ebbe belépnek, akkor biztos, hogy akarva, akaratlanul átélnek valami olyan magasztosságot, amelyről talán nem is tudják, hogy honnan ered, de a város irányítói is érzik ezt, mert egyre inkább a város további elképzeléseit tervezve olyan terek egybekapcsolását tervezik, amelyik pontosan ezt az erőt próbálják meg még hatványozottabban megjeleníteni. Ott 20 év múlva, ha visszajövünk ide, 80 évesnek leszünk körülbelül, mit fogunk itt látni? Hát arra én is nagyon kíváncsi leszek, mert attól tartok, hogy az már nem rajtunk múlik. Tehát a végtelenségig nem lehet mindent a jövő generációjának lába alá helyezni. Tehát valami mozgásteret nekik is kell hagyni, ezért én magam is nagyon kíváncsi vagyok, hogy föl tudják-e venni ezt a szálat, ezt a szellemi aspektust. El tudnak-e szakadni attól a digitalizált világtól, tudnak-e, amelyben csak virtuális közösségek léteznek, és valóságos közösségeket tudnak-e létrehozni. Élettel tudják ezt a házat megtölteni majd. Ez nagy várakozás nekem is, szeretném látni, hogy így legyen. Reményem is van erre, de hogy esetleg 80 éves koromban innen az általam magamnak kinevezett törzsasztalomnál ücsörögve láthatom-e és megélhetem-e ezt, majd résztvevője már nem igen leszek, de szemlélője még szeretnék lenni ezeknek a folyamatoknak. Ez persze majd azon is múlik, hogy hogy bántam én, és hogy foglalkoztam én 40 éven keresztül a tanítványaimmal. Majd visszaköszön ez is. További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.